Szép jó estét mindenkinek, örülök, hogy ma ilyen szép számban összegyűltünk. Hallhattátok a bevezetőben, hogy mennyire fontos a 100%-os gyakorlat, és hogyha ezen gyakorlathoz van kérdésetek, ennek az útjában álló karmát illetően van kérdésetek, hogy a fejetek fölött átszálló búság, madarak miatt van kérdésetek, akkor bátran tegyétek fel. Az a kérdésem, hogyha leülök a párnámra, és nekem két vagy három fontos dolog van, amire szeretnék összpontosítani. Például a felkészülés a halálra, illetve a felvilágosodás. Itt van valamilyen sorrend? De melyikre összpontosítsak? Önmagadra, honnan a kérdés jön. Tehát, hogyha két kérdésed van, akkor meglátod mind a kettőt, mi ez, honnan jön. Három kérdésed van, ugyanígy, mi ez, honnan jön. Tehát ezeknek az eredetét, a gyökerét keressük, és ez majd megadja a megoldást. Az a fontos, hogy ez a kérdés, hogy mi ez, ez elvisz a jelenségek gyökeréig, teljesen mindegy, hogy milyen jelenségről van szó. Lehet élet, halál, jövés, menés, ezek hiánya, teljesen mindegy. Azért tartjuk ezt, úgy hívjuk koreai, hogy hvadu, hogy jussunk el addig a pontig, hogy meglátjuk, ahogy a tudatunkban kipattannak ezek a fogalmak, ezek a jelenségek, ezek az érzetek. És ekkor tapasztalhatjuk meg, hogy mi teremtjük a saját világunkat. A saját életünket, halálunkat, érzelmeinket, gondolatainkat, beszédünket, cselekedetünket, mindent. De ha eddig a pontig, a jelenségek megjelenéséig, eddig a forpontig nem jutunk el, akkor azt hisszük, hogy ezek kívülről jönnek, meg mások miatt vagyunk mi ilyenek, és a világ milyen rossz vagy jó, éppen milyen életszakaszban vagy. Azt kellene tehát megtapasztalnunk, hogy a tudatod hogyan teremti a világot. Miért? Ez nem egy egyszemélyes élet. Hiába vagy te felelős egy személyben nagyon sok mindenért. Ezt a világot egymásnak teremtjük, egymásnak éljük, egymásnak műveljük. Ezért hatalmas felelősség az, hogy milyen tudattal élünk, milyen tudatminőségünk van, mert pontosan ilyen világot teremtünk magunknak és egymásnak egyaránt. És ha megnézed, 7 milliárdan, mint emberi faj, ezt a világot teremtjük egymásnak. Ilyet szeretnénk? Akkor nézzük meg, hogy ez a teremtés hol és hogyan történik. És akkor talán tudunk változtatni rajta, talán más irányt szabhatunk mindennek. És akkor másképp fogunk mi is működni, és ez a világ is. Mondod, hogy olyan világot teremtünk. Én elkezdtem valami világot teremteni magamba. Ennek egyik eredménye az lett, hogy a feleségem válik tőlem. És ugye ezt most hordozom magammal. És még nem tudom, hogy ez most nekem jó, neki jó, vagy kinek jó. A házasság így hány félen múlik? Alapból. Alapból kettő. Jó. A válás hány félen múlik? Hát igazából egy. Elég, ha egy válni akar, akkor már válás van. És ez azért érdekes, mert az emberek nem látják át, hogy ez alatt a szimbiózis alatt mennyire egymástól kezdtünk el függeni. És hogyha ezt egy olyan tudatszinten tettük, hogy a másikra nem szüntünk meg rávetíteni, projektálni dolgokat, akkor az, hogy a házastárs újít, új korszakot kezd el, másként gondolkodik, másként viszonyul hozzám, ez az adott lélek számára egyfajta bűnnek tűnik. Hogy ő miért változik meg? Hogy ő miért nem olyan, mint eddig? Miért nem megjósolható? Miért nem cselekszik ugyanúgy, ahogy idáig, amit én megszoktam? És lehet, hogy szeretem, nem szeretem, ezen már túl vagyunk. Megszoktam, legyen olyan, és kész. Még rosszabb, hogyha a házastárs egy nagyobb belátásra, nagyobb együttérzésre, nagyobb bölcsességre jut. Honnan tudjuk? Mert ő nem projektál különböző dualisztikus reakciókat. Én meg igen, nekem nagyon nem tetszik.
Néha tetszik, de legtöbbször nem tetszik. És ez a tetszik, nem tetszik gépezet, ez a dualitás teremtő, a jó és a rossz állandó centrifugája, ez mutatja, hogy mennyire erősek az illúzióink. A zenben nagyon sok érdekes feladatunk van. Az egyik lehetséges feladat, hogy a világot úgy lásd, ahogy van. A másik embert úgy lássam, ahogy van. És adott pillanatban közös irányba menjünk, ha már egyszer úgy döntöttünk, hogy összekötjük az életünket. És ha ez a közös irány bukik, ha ez a közös jövőkép, ami szerencsére nem kell, hogy szigorúan definiált legyen, ha ez eltűnik, akkor világos, hogy a kapcsolat összetartó ereje az egyéb alappillére is szépen egyre inkább borulnak. És ilyenkor mindenkinek nagyon komoly döntéseket kell hozni. Az egyik. Szeretném-e magamat a frissítetlen verzióban meghagyni? Lemondok a fejlődésről. Szándékosan behunyom a szememet, eltakarom a fülemet, leblokkolom a lelkemet, nem vagyok hajlandó evolválni, visszamaradok csak azért, hogy a biztonság, a kényelmi zóna megmaradjon, a másik egyetértése, elfogadása ne szűnjön meg, és maradjon meg valami, amit már őszintén nem tudok hinni, de mégis megszoktam. Miért nem tudok hinni? Mert megláttam valami nagyobbat, valami mást, amiben hiszek, amit szeretnék csinálni, és velem jöhetne, elétártam, megosztottam vele, csak nem akar. Nem akar, mert fél. És ez a félelem az, ami akadályt szül. Nem te voltál az. Mi az, ami az akadály? Az, hogy nem voltam őszinte? Vagy az, hogy őszinte voltam, de a másik nem fogadta el? Én félek? Ő fél? Mind a ketten félünk? Egyikünk se fél? Ezek azok a kérdések, amelyeket nagyon komolyan tisztázni kell. Miért? Mert hogyha már nem tudunk együtt maradni, akkor váljunk el szépen. És szép válás, tudom, soha nincs. Miért? Ha lenne, akkor nem kéne elválni. Hogyha ugyanolyan szeretettel tudnánk egymáshoz viszonyulni, mint a kapcsolat kezdetén, ugyanazzal a fantasztikus hevülettel, lánggal, elfogadással, akarattal, akkor nem kéne elválni. Tehát a válás az biztos, hogy alacsonyabb hőmérsékleten következik be, mint ahogy a két fémet ötvöztük. Csak nehogy a félelem és egyéb negatív érzelmek fagyasztó spréjével fújjuk le ezt a kompozitot, ezt az ötvözetet, és aztán a hirtelen döntés kalapáccsával ráütsz és törik. Ezeket a traumákat nagyon sokáig lehet hordozni, és mintaként a következő életbe is átmehetnek. Legalább az egyik félnek kellő együttérzéssel, odafigyeléssel, egységes, együttérző tudattal ki kell vonni magát ebből a kapcsolatból. Ha már az irányvétel nem tehető közössé, ha már a közös lelki tér megszűnt, ha már elszigetelődtünk, és ha már minden kísérlet kudarcot vallott arra, hogy egy több évtizedes, rengeteg munkát, rengeteg erőfeszítésbe került kapcsolatot ugye megmentsünk. Tehát ha ez már nem megy, akkor sajnos le kell vonni a konzekvenciákat, és megszüntetni. És ehhez óriási bátorság kell, és az a fajta belső nyugalom, amitől ez az egész nem egy személyes, társadalmi, jogi, gazdasági veszőfutás lesz, hanem valahol egy szomorú, de irányított folyamat, amely mögött nagyon komoly minőségek és meggyőződés van. Talán a legjobb jelzője ennek, hogy hogy maradok együttérzőbb, ha megmaradok a kapcsolatban, vagy ha bontom. Hogy maradok őszintébb, ha megmaradok a kapcsolatban, vagy ha bontom. Hogyan tudok többet segíteni neki, ha megmaradok a kapcsolatban, vagy ha bontom? Tehát ezeket a paramétereket végig kell magamban vennem ahhoz, hogy a maradás vagy menés kérdését eldöntsem. Hol tudok komolyabb, nagyobb fejlődést biztosítani magamnak és a másiknak, ha együtt maradunk, vagy ha szétválunk? Úgyhogy ezek nagyon húsba vágó kérdések, és engedd meg valahol a kapcsolat kezdetén az alapelveket legalább érzetben, érzelemben tisztázni kell. Tehát nem kell egy szellemi vagyonszerződést kötni akkor, amikor ugye a frígy megköttetik, ezt nem szoktuk. Egy csomó dolgot adottnak veszünk, egy csomó dolgot előfeltételezünk, és legtöbbször ráérzünk, hogy ez hogy van. Aztán ahogy az idő halad, egyre inkább
le kell fektetni bizonyos alapelveket, válsághelyzetekben, közösen megélt konfliktusokban döntéseket kell hozni, és ezek lesznek azok a paraméterek vagy oldalfalak, amelyek között a kapcsolat tovább folyik. És bizony a lélek lesz az, amelyik belül érzi, és a tudat lesz az, ami ezt látja és eldönti, hogy ez hogyan menjen tovább. És ekkor már nem az én dolgomról van szó, az én életemről van szó. Hiszen, ahogy azt az előbb mondtam, ezek a minőségek nem állnak meg a test határánál. Úgyhogy hogyan lehetsz hétköznapi szóval jobb ember? Világosabb, őszintébb, segítőkészebb, bölcsebb, és a többi, és a többi. És hogyha ezek alapján döntesz, akkor nem csak magadnak, magadért döntöttél, hanem ő érte is. De az is fontos, hogyha kiskorú gyermek van, akkor teljesen átrajzolódik a döntés horizontja, mert egy házasság az első sorban nem a házaspárról szól, hanem a gyerekekről szól. És aki ezt átélte, az pontosan tudja, hogy milyen elképesztő demarkációs vonalak tudnak lenni a gyerekek, milyen elképesztő összetartó erők, de lehetnek ostromtornyok hídja is, és nagyon szomorú szöges drótok elhidegült kapcsolatokban. Úgyhogy ahhoz, hogy a gyereket rendesen fölneveld, és ne traumatikusan szövődményekkel, lelki és testi bajokkal menjen tovább, nagyon sokszor a házasságot egyben kell tartani. És ez az, ami elképesztő kompromisszumokra kényszeríthet embereket. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy nekem a tantienre koncentrálás okoz nehézséget a meditáció közben, és hogyan lehet ezt mondjuk segíteni, hogy ez jobban menjen, mert korábban, tehát vannak olyan technikák, amikor mondjuk a homlokcsakrára kell koncentrálni. Tudom, hogy miért kell a tantienre, tudom, hogy kell, csak tehát inkább segítséget kérnék abba, hogy hogyan lehetne jobban csinálni. Hát tudod, nem vagy egyedül azzal, hogy a tantienre bizony nehéz koncentrálni, mert ott nagyjából az alhasson kívül semmi sincs. Semmilyen létfontosságú szerv, látható tudat és testi funkció a nagyon finom emésztés kivételével nincs. Úgyhogy sokkal könnyebb lenne ehhez erre a személyes call centerre támaszkodni, ugye? Rengeteg gondolat, rengeteg jackdugó van, és különböző adatfolyamok. De egyszer kapjál csak egy jó kiadós fejfájást, nem csak itt, hanem itt a kiáratnál, ugye a kiárattól jobbra, ugye? És akkor az ember rájön, hogy akármilyen szépen tud ő gondolkodni, a homlokcsakrát úgy tudja túltölteni, mint figyelmetlen benzinkutas az autót. Tehát nagyon-nagyon vigyázzunk arra, főleg a mostani digitálisan túlvezérelt világban, hogy a homlokcsakra középpontú gyakorlatok, azok rövid távon legalábbis egyszerűen túltöltenek. És elképesztő közlekedési dugókat tudnak okozni, és ekkor van fejfájásod, meg migréned, meg nem tudod mi bajod, meg rosszat álmodtál. Szívcsakra ugyanez. Általában már több elfojtott érzelemmel dolgozunk, mint meglátott érzelemmel, de ettől még szerencsétlen szívcsakra simán szívinfarktust akar kapni, hogyha egyszerűen ezt is túltöltjük. Ezért van a taoizmus per zenbuddhizmus fókuszában a tantien, ahol még a tudat és az energia nem differenciálódott különböző mentális vagy fizikai jelenségekre. Tantiennél lejjebb megy, nemzetszaporulat. Tantiennél följebb jön, mentális, tehát érzelmi, gondolati, beszédbeli és érzékszervi jelenségek. Tehát nagyon megköszönjük azon taoista gyakorlók munkáját, több évszázadon, évezreden keresztül tettek bele ebbe a tantien gyakorlatba azért, hogy megtapasztaljuk a tudatunkat eredeti tisztaságában, mielőtt bármiféle jelenség, dualitás vagy egyéb kialakulna benne. És jelzem azt, hogyha egy picit sétálunk magányosan étkezések után, vagy bármi egyéb mozgást végzünk, még a diótörés is nagyon jó, vagy egy kis gazolás a kertben, de a meditációt, hogyha kiegészítjük fizikai mozgással, akkor meditáció alatt ez a bizonyos mikrokozmikus energiakör az elkezd a helyes irányba működni, tehát a csí lefelé fog menni a test előlapján. És akkor te, mint érző lény,
mint egy bonyolult pszichofizikai kontinuum, levegőt veszel. Végre egy igazi, kiadós, alhasi légzéssel a tudatod megkönnyebbül. Úgyhogy ezért fókuszálunk a tantienre, technikailag meg nyugodtan ráteheted a kezedet, és érzed, hogy van köldököd. Ahogy belélegzel, a has szépen kifelé megy, ahogy kilélegzel, a has befelé. És ezt a ritmust figyeled. Ez lehet séta közben, alvás előtt, olyasféle helyzetekben, amikor újra tudatosítani kell, hogy bizony van köldökcsakrád. Bizony van egy olyan pont, amit eddig még nem nagyon vettünk szemügyre. Nem nagyon figyeltünk rá. De ha ezt megteszed, és főleg ezt a mahamudrát megtartod, akkor meditáció közben egy ilyen enyhe, finom, ilyen melegségérzés eltölti az alhasat. Ezt az állapotot, ezt a stabilitást a tantienen kívül nem adja meg semmi. Ezért nem koncentrálunk a dualisztikus érzelmekkel, vagy dualisztikus gondolatokkal teli ugye, csakrákra, hanem igyekszünk felmenteni, megtisztítani azokat. Amikor régebben meditáltam, akkor az volt, vagy próbáltam meditálni, akkor rengeteg gondolat merült föl, és jöttek, mentek, és ezzel küzdöttem. Most pedig a mai nap során azt vettem észre, hogy olyan, mint hogy egy ilyen szürke felhő nehezedne rám. Kevés gondolatom van, de úgy érzem, hogy nem a jó fele halad. Nem jó fele halad ez a meditáció, mert egy ilyen tompa, szürke felhőben vagyok, minthogyha kómába estem volna körülbelül. Ez pontosan azért van, mert megpróbálod jól csinálni. Megpróbálsz gondolatok nélkül lenni a meditáció alatt, és ezért az elfolytott gondolatok összeállnak ezzel a szürke felhővé. Hát nem erre kéne menni. Igen. Arra kéne menni, hogy honnan jönnek ezek a gondolatok. Folyik a csap a fürdőszobában. Már majdnem megtelt a kád. Bemész és a tenyered egy megpróbálod elfolytani a csapot? Szétspriccel az egész. Minden nedves lesz. Sokkal rosszabb, mint hogy egy kicsit túlfolyt volna. Ugyanez, ha megpróbáljuk elfolytani az itt lévő jelenségeket, és ezzel hidd el éveket eltölthetsz, hogyha nagyon jól akarod csinálni a zent, akkor teljesen másfele megyünk. Tehát honnan jönnek ezek a gondolatok? És hogyha egy van, ha tízezer van, teljesen mindegy, a kérdés ugyanaz. Akár a kérdéssel, akár a mantrával, akár a hangok figyelésével, de ide visszajöhetsz ebbe a pillanatba, a tiszta térbe, a tiszta jelenlétbe, a tiszta tükörszerű tudathoz. Ez kell. És hogy a tiszta tükörszerű tudat hány gondolatot mutat, és hányat nem, az teljesen mindegy. Egy a fontos, ne kenjük a gondolatainkat rá a tükrünkre. Ettől van ez a felhőérzés. És a fejfájás is gondolom. Az is, pontosan. Képzeld el, akkor elmész a kedvessel vásárolni, de csak egy darab bevásárlókocsi maradt nektek, és te a zöldséges pultnál szeretnél kezdeni, ő pedig a boroknál. És az egy darab bevásárlókocsit elkezditek szétfele húzni. És akkor a bevásárlókocsi, ha tudna, üvöltene, de hát mivel fényből van, és nincs tudata, nem üvölt. De amikor a fejed egyszerre ennyi gondolatot erre, annyi gondolatot arra, annyit meg amarra, és itt nem csak két irány van, hanem több, és mindegyiket nyomjuk, hát az nem jó. Az nem célszerű. Tehát ne akard jól csinálni, csak csináld. Tehát csak csináld. Itt nem tudsz hibázni. Ha feladod, az hiba, de csak azért, mert eltökélted saját magad számára, hogy megcsinálod. Tehát csináld. És ne törődj azzal, hogy milyen jelenségek vannak a tudatodban. Apró műhelytitokként szeretném megosztani veled azt, hogy így visszanézve az első 10 évre, hogy milyen érzelmek és gondolatok jelentek meg az együttérzés mantra recitálása közben, hát azt ne tudd meg. És mindenkiben megjelenik, hogyha elég mélyre megy, mert pontosan ez a mantra hozza ki azokat az akadályokat, amelyek az együttérzés útjában állnak. És az ember így azt mondja, hogy nem is tudtam, hogy ez bennem van. És hogyha pont az együttérzés mantrát recitálva jönnek ezek elő, és ugye jönnek a felszín, akkor úristen, milyen gyakorlatot végzek én? Tisztítót jelentem. Tisztító gyakorlatot végzünk.
És pont amikor tisztítod, akkor jelennek meg ezek a nagyon kemény dolgok, és engedd, hogy megjelenjenek, de engedd azt is, hogy elmenjenek. Hogy szépen lefosszoljanak rólad, hogy levetkőzd ugyanúgy, ahogy egy kígyó levedli a bőrét. Egy idő után meg fogsz szűnni a fejfájásiddal. Hát létezik, akkor bűn, és bűnhődés, és hogy van. De lelkem, hol láttál bűnt? Láttál öt fogadalmat, az kész. Az öt fogadalom van, de... Igen, elég kemény fogadalmak, amiket, szóval, hogy szinte engem arra emlékeztetett, mint ilyen keresztény, isteni büntetéseket említ, a pokolra jutást. A... Kedvenc témámat említetted meg. Ez azért fontos, mert az öt fogadalom, ahogy azt a tudatod valahogy átírta az öt bűnné, nagyon érdekes. Nem szerepel a bűnszó. Hát nem. Azért nem, mert ez több, mint bűn, ez hiba, hogyha megszeged ezeket a fogadalmakat. De a zenben felnőtt magatartást tanítunk és várunk el az emberektől, tehát tud, hogy ezek mikor nyitottak és mikor zártak. Vázolnám a szemléletbeli különbséget a 10 parancsolat és az 5 fogadalom között. Egyrészt a 10 parancsolat kétszer annyian van, tehát ez az első. És ez azért van, mert fölülről parancsolnak. Tehát te, bűnös ember, ne ölj, ne lop, ne hazudj, ne tégy hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátát, stb. Ez egy nagyon-nagyon más állapot, mint amikor te a magad belátásából, a saját lelkedben eltökéled, hogy fogadom, hogy tartózkodom az élet elvételétől. Fogadom, hogy tartózkodom a hazugságtól. Fogadom, hogy tartózkodom a bódítószerektől, a házasságtöréstől, stb. Ez a fajta fogadalom, ez belőled jön, mert te láttad meg, hogy a szenvedésből kivezető út az ezen öt fogadalom megtartása, és ezeknek még a finom hangolása, de ha a világ megtartaná ezt az ötöt, akkor az ember által teremtett szenvedés egy generáción belül megszűnne. A parancsolatokkal mi nem bánunk jól, emberek. Szoktunk lázadni, szoktuk félreérteni, szoktuk meg nem hallani. Egy csomó ilyen önvédelmi mechanizmusunk van, amitől a parancsolatok, ami egész másképp tudnak működni, a kedvencem az az átértelmezés. Hogy valójában nem is azt mondta, hanem valami egyebet mondott. Mert annak a jelentése most az, hogy pont, és akkor hirtelen feljogosítom magamat, hogy megálljam a fegyvereket, és menjetek a háborúba. Úgyhogy ezért kell a parancsolatokkal óvatosan bánni, mert ez már egy projekciónak, egy externalizációnak az eredménye. És onnan írom vissza. Hova? Kinek? Ki az, aki ezt elhiszi, és valójában a magáévá teszi? Úgyhogy ezért vesszük föl az öt fogadalmat, hogyha úgy gondoljuk, mert már belül beláttuk, hogy erre szükségünk van. És ez nem azt jelenti, hogy ezt tökéletesen meg tudjuk tartani, hanem az, hogy ezen erővonalak mentén képzeljük el az utunkat, ebben az irányban szeretnék haladni, amelyet a fogadalmak kijelölnek azért, hogy a magam és mások szenvedésétől ugye megszabaduljak. És közben ugye fel is ébredjek arra, hogy mi az, ami bennem a fogadalmat megtartja vagy megszegi. Mert végül is ezért felnőtt műfaj a zen, mert ott van, hogy lásd világosan, mikor tartod meg őket, és mikor szeged meg őket, mikor nyitottak, és mikor zártak. Ez a legnehezebb. Itt szoktunk akkorákat bukni, hogy az borzasztó. Azt hazudom magamnak, hát persze minden lényért. Ilyen kemény önérdek van mögötte. Az aztán előjön, körülnéz, mosolyog, és letarolja az egészet. Az egész világodat letarolja. Aztán rájössz, hogy jaj, hát én ezt úgy gondoltam, hogy, de másképp éreztem, nagyon másképp mondtam, és egy negyedik féleképpen cselekedtem. És ekkor az ember egy kicsikét jobban tisztában lesz önmagával. Meg az, hogy ez a világ hogy működik. Nagyon más, mint amikor menekülünk a parancsolatok elől. Jó? Vagy GPS-en, robotszerűen megpróbáljuk betartani. Értem, de a törekvés a cél. És az önkéntesség, meg az, hogy látod, hogy ez benned van, és ez rajtad múlik. Azért is kérdeztem rá, mert nagyon láttam a kiskerülő utakat. Tehát, hogy így meg, a felmentéseket a büntettek alól.
Egyébként ezek már autópályarendszereké álltak össze a mai modern világban, az önfelmentő önvédelmi mechanizmusok, hogy hogyan tudjam megmagyarázni magamnak, hogy de hát én mégsem, csak mégis. Nekem az lenne a kérdésem, többször hallottam már, hogy egy fogadalom nyitott vagy zárt. És ez mit jelent? Például azt jelenti, hogyha te egy nagyon komoly állatvédő vagy, és sétálsz az erdőben, elmegy melletted egy nyuszika jobbra, és jön a vadász, és megkérdezi, hogy hova ment a nyuszika? Két esélyed van, vagy hazudsz, vagy nem hazudsz. Vagy hallgatsz. Tehát nagyon sokféle válasszal élhetsz. Az egyik az, hogy elmondod, hogy hát igen, jobbra ment a nyuszika, mert te igazat szeretnél mondani. Pár perc, hallod a lövést, és boldogan jön a vadász megköszönni, és megkérdezi, hogy szeretnél a nyúlpörköltből. Második lehetőség, hogy hallgatsz. Még mindig elmehet jobbra. Harmadik lehetőség, hogy hazudsz, és azt mondod, hogy balra ment. És ezzel magadban egy nagyon komoly fontossági sorrendet tisztáztál. A nyúl élete fontosabb, mint a te saját magad által meglátott erkölcsi tisztaságot. Tehát te hazudtál, és te nem leszel tökéletes többet. Nem mondhatod el magadról, hogy te egy mindig is igazmondó, fantasztikus ember vagy. Tehát ennek a narcisztikus játéknak vége. Előbb-utóbb minden felnőtt ember életében vége. Viszont megmentetted a nyusz életét. Úgyhogy mikor nyitottak, mikor zártak, mikor melyik fontosabb, ülsz egy étteremnek a teraszán, bejön valaki, felhúz egy fegyvert, és elkezd tüzelni, és te egy nagyon jó dobó vagy. És fogod, és a kólás üveget pontosan a homloka közepére. Meghalhat, de akkor is abba hagyja a tüzelést, és nem fog több embert kinyírni. Hoztál egy döntést, hogy megmentesz jó pár embert a szinte biztos haláltól, úgy, hogy esetleg te megölsz egy embert. És nézd meg, a hétköznapi erkölcsi érzék, az téged nem fog megbélyegezni. Senki nem fogja azt mondani, hogy te öltél. Azt fogják mondani, hogy egy ember élete árán megmentettél többet. És ebből nem szabad általánosítani. Tehát aki ebből elkezd általánosítani, az kezd el olyan hibát véteni, ami már ugye bűnné tudja lefokozni a cselekedetet. Tehát mindig minden egyes momentumot a maga kontextusában kell látni, és mindenféle öncsalás, önámítás nélkül szemügyre venni azt az oksági láncolatot, ami ezt körülveszi. Hát elhangzott, hogy a cél milyen fontos az életünkben, és céltalan vitorlásnak nincs jó szél. Hát egy ideje rájöttem, hogy az én szép nagy teljesítményeimet az tulajdonképpen egy kemény megfeleléskényszer motiválta, és mióta ezt felismertem, azóta úgy összeomlottam. Nem motivál semmi. Úgy elvesztettem önmagam, vagy nem találom önmagam. Vajon miért? Mert már nem akarok megfelelni. Akkor a zéró megfeleléskényszer érvényesül. Az is egy megfeleléskényszer, csak nincs tartalma. Hát hogy mondjam, ez rosszabb. Sokkal rosszabb. Ez a normatív nihilizmus. Hogyan vonatkoztatsz el mindig a saját? Bevezetőben hallottad, hogy kell, hogy célunk legyen. Ez így van, de ne legyen önös a cél. Azt is hallottad, hogy magunkért és másokért egyaránt gyakorlunk és meditálunk. Tehát nem megfelelni kell valamilyen mesterséges szintnek, hanem a jól látható szenvedést kellene orvosolni magunkban és másokban. És az egyik nagy szenvedés az az, hogy van egy inverz megfelelés kényszered, semminek és senkinek nem akarsz megfelelni. Még magadnak sem. A legnormálisabb, leghumánabb elvárásaidnak sem. Ez a depressziótól a közvetlen önpusztításig bármit maga után vonhat, hogyha ez megerjed. Kritikus tömeggé érik, csak utána letarolja a lelkednek a finomabb részét. Ezt kell látni, hogy ez a zéró megfelelési kényszer is egy nagyon kemény megfelelés, nincs tartalma, sőt, beszippant egy csomó értéket, és megsemmisíti. Tehát jelölj ki magadnak olyan irányt, amiben hiszel, légy olyan emberekkel, akikben bízol, és cselekedj olyat, amelyben okod van hinni. És ez a három, ez ki fog innen húzni.
Én azt szeretném kérdezni, hogy még említetted az egyik kérdezőnél, hogy úgy tudunk valaki emberekkel vagy bárkivel a világban találkozni, hogy nem, hogy az igaz önvalójukban látjuk, tehát hogy nem vetitek rá semmit. És hogy ez tényleg lehetséges-e, hogyha bárkivel így elkezdek így beszélni, hogy tudok-e, tehát hogy tényleg meglássam, hogy az valódi természetét, anélkül, hogy a saját koncepcióimat azonnal ne kezdeném önkéntelenül is gyártani. Illetve ha ez az utóbbi van, akkor ezt így hogyan tudom azonnal leállítani, hogy hoppá, ez már mondjuk ítélkezés, stb. Stb. Hát ennek van egy komoly előfeltétele, ez pedig az, hogy saját magadat tisztán lásd. És hogyha ez megvan egy bizonyos mértékig, akkor pont ugyanolyan mértékig fogsz egy másik személyt tisztán látni. Ahol neked vakfoltjaid vannak, ott a világ is, vagy a másik is megcsal téged. Amit magadban letisztáztál, azt a másikban is tisztán látod. Ha megnézed így a világ visszajelzéseit, hogy hol vannak problémák, akadályok, akkor pontosan ott vannak, ahol neked belül feldolgozatlan karmád van. A megfelelő mennyiségben és minőségben elvégzett szellemi munka az, amely útján te tisztán láthatod önmagadat és a másikat is. Hát igazi önvalónk, buddha természetünk mindenkiben pontosan ugyanaz a tiszta tükör, nem keletkező, nem múló tudat. Ennek segítségével láthatjuk a saját és a mások személyiségét tisztán. Ennek a tisztaságnak a mértéke attól függ, hogy mennyi ragaszkodásunk, téves nézetünk, dualisztikus berögződöttségünk van, illetve mennyitől szabadultunk meg. Ez rendkívül egyszerű, csak ez nagyon sok munka belül. Ezért tanítja azt a zen, hogy nincs olyan, hogy zen tehetség. Tehát a te buddha természeted nem kisebb vagy nagyobb, mint a buddháké, a pátriárkáké, a bodhiszatváké, vagy a koldusé, aki az útkereszteződésben kéreget. Minden lénynek a buddha természete pontosan ugyanolyan. Hogy mennyi karma van rajta, milyen személyiség van ugye, hozzá, az nem mindegy, az mindenkinél más. Ezért kell gyakorolnunk, de ezért is más az arcunk, mások a szokásaink, más dolgokat szeretünk vagy nem szeretünk. A magadban elvégzett munka függvényében láthatod tisztán a másikat, és ez nem csak a tisztán látás miatt fontos, hanem a tiszta kapcsolatteremtés miatt is fontos, mert a kapcsolatteremtésnek az alapja fogja a kapcsolat további kimenetelét meghatározni, még akkor is, hogyha 28-30 évig kell várni, hogy az tegyen egy kört, és visszaérjen a születésének a jegyébe. Akkor is az alapok kiütköznek, és nagyon komolyan újra terítékre kerülnek, nem csak akkor, 3 év, 7 év, 10 év, 17, ez is szépen szokott ismétlődni. Amikor belül meglátod, hogy dualisztikus reakciókban, projekciókban kezdesz el ugye elmerülni, akkor visszahozod magad a pillanatba, a gyakorlathoz, a kérdéshez. Ekkor, amikor más emberekkel kerülsz kapcsolatba, ugyanígy meglátod, most nem én beszélek, hanem a szokásaim. Most nem én beszélek, hanem a projekcióim. Valójában dualista módon gondolkodom, érzek, beszélek, de nem ezt szeretném. Tehát ezek ilyen nagyon-nagyon finom érzékelések, és akkor visszatérsz ahhoz az alaphoz, amit magadban megtaláltál, amit kidolgoztál, és ez az alap az, amiről kiindulsz ismét. Nem valami másodlagos, harmadlagos réteg. És akkor megint tudsz őszinte lenni, eredeti lenni, igazi ember lenni, mert visszamentél azokhoz a primér minőségekhez, amelyek kellenek ehhez. És nem másodlagos, harmadlagos forrásokból dolgoztál. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Arról szeretnék kérdezni, hogy mennyire van annak értelme, hogy ragaszkodunk a múlthoz. Itt létezünk mindannyian mondjuk a múlt és a jövő fókuszpontjában. De borzasztóan ragaszkodunk a múltban történt dolgokhoz és a múlthoz. Mennyire vigyázunk a régi értékeinkre? Egyébként én magam is. Például régi épületek, múzeumban őrzött tárgyak, műtárgyak, festmények, szobrok, romok. Vajon
jó-e az, hogy erőnket megfeszítve próbálunk minden bennünket körülvevő és a magát felvilágosultnak tartó világ által értékesnek tartott régi dolgot körömszakadtáig megőrizni, legyen ez mondjuk egy régi épület, vagy esetleg jobb lenne, hogyha hagynánk szépen elporladni a maga útján. Itt egy óriási kérdést vetettél föl. Az egyetlen egy igazi pontosító eszköz az az érték. Tehát milyen értéket képvisel? Pusztán azért, mert régi, azért még nem biztos, hogy értékes. De én magam nagyon sokszor, amikor így a város belső kerületeit látom, és a régi lebombázott fokhíjakba ilyen modern borzalmakat építenek be, megkérdeztem építész barátaimat, hogy ugyan mondják már meg, hogy akkor még az illeszkedésről nem is tudtam. De miért nem lehetett olyan kis monarchikus, szép, kiegyezés utáni, első világháború előtti, olyan kis rokokót, vagy flamboyant, vagy copfot, vagy valamit oda beépíteni, ahogy ott mellette volt. Drágább lett volna? Azt mondja, hát valamennyivel, de nem sokkal. És akkor miért kellett ez? Hát, modern időket élünk. Hát akkor eldobtam egy kicsit a gyógyszert, és megkérdeztem, az, hogy mi modern időket élünk, az azt jelenti, hogy lakógépekben kell élnünk, hogy borzasztóan szervetlen, embertelen, elképesztően rosszul formált terekben kelljen éljünk, csak azért, mert valakik így gondolják? És akkor jött a speech a két háború közötti népességrobbanásról, a kubizmusról, a lakótelepekről, és a különböző ilyen ideológiákról, és akkor rájöttem, hogy ezek semmiféle értéket nem képviselnek az utilitárius, praktikus, ekonomikus szempontokon kívül. És nézd meg, vannak bizony olyan lakóparkok, ahol bizony kicsit ilyen félklasszikus stílusban, ilyen kicsit általam normálisabbnak, szerethetőbbnek nevezett épületeket építenek, mert rájöttek. Tehát nézzük meg azt, hogy ezek az értékek pontosan miből állnak, mi az, amit a lélekben képviselek, és próbáljuk meg megújítani őket, mert a tárgyiasság nem vihető a jövőbe állandó jellege, semmi sem állandó. Sokat beszélünk a körforgástól. Valami létrejön, létezik, aztán eltűnik. Ha nagyon erőszakosan akarunk konzerválni dolgokat, nem nyúlunk bele ebbe a természetes körforgásba? Belenyúlunk, de már azzal, hogy megszülettünk, azzal már belenyúltunk a természetes körforgásba. Az első székleteddel megtetted. Azon nyomban belenyúltál a körforgásba, az első bakteriálisan, keményen. Az még az én létezésem, tehát az még, legalábbis úgy érzem, hogy az még benne van abban a körben, az még a létezésem. Ez még természetes. De nem természetes anyagokkal vagy eszközökkel próbálni megtartani valamit, ami már menne az enyészet felé. Én itt nem az anyagi részben látom a határt megint, hanem az emberben, mint a legtermészetellenesebb lényben ezen a földön. Azért is viselkedünk így. Tehát a mi tudatformánk vetül ki így az anyagi világra, és próbálunk meg elképesztő technológiákat, hogy a nevet és a formát megőrizzük. Igazából ezzel nem lenne különösebb baj, csak hogy mi helyett tesszük ezt. Tehát mi az, ami károsodik akkor, amikor a tárgyakhoz ragaszkodunk. És általában az emberi kapcsolataink, az emberi minőségeink szoktak károsodni, mert ezekre nem figyelünk. De hagyjál békén, majd jövök. És akkor asszony kijelent, hogy jó van, most a komputereddel alszol, szevasz. Ez most egy másik dolognak tűnik, de ott nem tárgyat őrzünk meg, hanem egy digitális homeosztázist, egy olyasféle tudatállapotot, ami különböző képernyőkímélőkhöz köthető. A házasságtörésnek a büntetése az, hogy állati formában szület újra, az állatok birodalmában szület újra, ezt olvastam. Az nem ott van, az a lopásnál van. Akkor ott. A házasságtörésnél az van, hogy nézd meg azt a katlant, ahol azok vannak, akik ezt a... Tehát az ilyen örök rotofritőz, ott benne süldögél. Ezt tudod mi? A bűntudat, az önvád, az önmarcangolás, tehát mindaz, amiben te forralod és sütöd magad azért, mert te egy elkötelezett gyönyörű kapcsolatot a saját vágyad miatt tacsra tettél, és a másiknak a bizalmát, a szeretetét, a hitét, mindent hazavágtál. A házasságtörés az ilyen.
És amikor ezt megcsinálod, akkor látod azt, hogy, hogy mit tettél azzal az emberrel, azzal az érző lénnyel, annak a szívével, és ennek a kínjában sülsz és égsz. Hát ezért katlan. Nem azért, mert valaki azt mondja halálod után, hogy Évike, hát akkor kettes szoba. Kinyitjuk, rázárjuk, két mahakalp, aztán kijössz. Nem erről szól a történet. Arról szól a történet, hogy a saját magad által gyártott pokolba mész le. És ott vagy. Egész addig, amíg te ki nem sütötted magad ropogósra. Amikor azt mondod, hogy elég. Eleget bűnhődtem, és akkor szépen visszafordul a karma. Tehát bűntudat nélkül ez nem működik? A házasságtörés? Nem. Nem működik anélkül. Azért vannak ezek a fogadalmak, hogy ne kövesd el ezeket a hibákat, és ne legyen bűntudatod ezek után. A lélek nem tud hazudni önmagának hosszú távon. Rövid távon lehet maszkírozgatni, meg magyarázgatni, meg védekezgetni, meg minden. De hosszú távon nem tudsz hazudni magadnak. És akkor jönnek ezek a dolgok elő. Úristen, mit csináltam? Hova degradáltam magunkat? Mivé lettem? Mivé lettünk? Ezért kell ezeket megóvni. Szeretnék tovább kérdezni a válás nyomvonalán. Kiskorú gyerekekkel. Tehát, hogy kiskorú, de engem élet azért akkor inkább más-máskor. A felnemtett kérdésedre szeretnék annyit mondani, néha elképesztő kompromisszumok kellenek ahhoz, hogy egy kiskorú gyerek ne legyen renitens, cukorbeteg, rossz tanuló, ne essen bele szakadékokba, ezek mind megtörténtek a környezetemben, így sorban. És ezért kell túllépni önmagunkon, a vélt vagy valós sérelmeinken, azon az elképesztő megoldatlanságon, ami egy házasságban fölhalmozódhat, azért, hogy ez a gyerek normálisan fel tudjon nőni. Már tudod, hogy nem te vagy az ideális szülő, de még mindig jobb, mint hogyha szétcsattan az egész. És a gyerek ott van, és akkor elindulnak azok a traumák, amelyeket ő tovább visz a saját családi életébe azért, mert mire oda jut, már rég nem emlékszik rá. Már rég elfojtotta, már rég beépítette, már rég elkezdett fertőzni a tudattalamban, és utána pedig, amikor a külső körülmény, tehát a párkapcsolat megjelenik, ugyanazt a mintát fogja kőkeményen, hetedíziglen továbbvinni. Ezért. Tehát ezért kell magadon változtatni, hogy a gyereked ne ugyanazt élje, mint te. Ezen múlik az egész. Ha meg már nagykorú, akkor ez egy másik történet, de mennyire nagykorú, mennyire érett, mennyire függ még tőled, mennyire sikerült a lábára állítani. Érzelmileg főleg. Tehát óriási felelősség így a gyermekvállalás, hogyha belátod, hogy milyen elképesztő függő viszony van 18-22 évig, vagy még tovább. Úgyhogy jó, óvatosan a kötéssel, mert még óvatosabban a válással. Egymástak tett fogadalmak. Abba mi a nyitott, mi a zárt? Van egy nyitott, van egy zárt. Amit közösen kinyitotok, és közösen bezártok. Az. És ha csak az egyik nyit? Akkor a másik bezárta, és akkor valaki kirepül az űrhajóból az űrbe. Zsilipkamra nem működik rendesen. Vagy mind a kettő, hogy kinyitotta, vagy mind a kettő bezárta. Elképesztő őszinteség kell hozzá, és bátorság. Már az, hogy fölteszed a kérdést, szívem, te ezt kinyitnád ezt a fogadalmat, és letarolod teljesen. Nem ez történt. Én feltettem ezt a kérdést. És marha nagy lelkesedés volt. És azt mondta, nem tudott rá válaszolni. Tehát én feltettem ezt a kérdést, hogy és te ezt a fogadalmat valóban meg akarod bontani? 2-3 hetet tettem fel a kérdést, hogy azóta nem kaptam választ. Biztos? Vagy csak nem azt a választ kaptad, amit vártál, vagy nem odafigyeltél, de a válasz már egyébként megérkezett. Hát ez már előtte megérkezett. Akkor miért tettél fel a kérdést? Mert ez egyik az papír, a másik egy fogadalom. Nem is az ő válaszával van a gond, az enyémmel. Hogy az én fogadalmammal mi van, mert én azt nem szegtem meg. Igen, tehát te kvázi korrekt voltál, míg mondjuk a társad igen. Már korábban, hogyha jól értem a szavaid. Igen. Akkor ez nem arról szól inkább, hogy nyitott vagy zárt, hanem hogy vele vagy nélküle. Uh-huh. És ezt el kell tudni dönteni.
Mert hogyha vele, akkor együtt fogjátok kinyitni vagy bezárni ezeket a fogadalmakat, ha meg nélkül, akkor irreleváns, hogy nyitott vagy zárt számodra, mert ő már nem fog szerepet játszani az életedben. Attól a fogadalmam még ugyanúgy fogadalom. De csak akkor, ha együtt vagytok. Ha pedig a kapcsolat bomlik, akkor a felétett fogadalmak is bomlanak, mert valószínűleg jön egy másik lény, aki felé az érvényes lesz. Igen, ez a mai napi több százszor feltett kérdés, hogy mi a szabadság? Mi a felelősség? Hogyha a kettőt együtt látod, a szabadságot és a felelősséget, akkor az helyes erővonalak mentén tud működni, és gyakran a felelősséget jobban tudjuk szabályozni, mint a szabadságunkat. Ha a szabadság felől közelíted, nagyon sokszor elrontjuk. Ha a felelősségvállalás felől közelíted, akkor azt mondod, hogy ennyi felelősséget szeretnék vállalni, többet nem. És pont ahol a felelősségedet vállaltad, ott lesz a szabadság is, máshol nem. Te beszéltél itt a mintákról, amit úgy vihet valaki, és visz is. És az a kérdésem, hogyha valaki tényleg realizálja, hogy visz egy mintát, tisztában van vele. Hogy tudja is, hogy viszi, de nem igazán tudja lerakni. Lerakni lehet, hogy nem tudod, de tudod-e időzíteni, és helyzetben használni vagy sem. Ez az, ami múlik. Ezek a minták, hogy benne vannak a tudatodban, az rendben van. Ezeket olyasféle tudati potenciálnak kell tekinteni, amelyek akkor kapcsolnak be, amikor megfelelő külső körülmények állnak rendelkezésre. Tehát bekerülsz egy helyzetbe, eljön az idő, és ezek a minták puff, elkezdenek működni. Például egy párkapcsolat ilyen. Első hatalmas nagy szerelmedig nem is tudod, hogy az apai meg az anyai mintákból látensen és tudatosan mennyit viszel magaddal. Megszületik a párkapcsolat, és látod, hogy úristen, tényleg úgy csinálom, mint apa. Borzasztó. Tehát ez az, amikor így, húha, hát akkor takarítsunk egyet belül. És akkor elindul a munka. De ezek a mintázatok, ha csak nem mész előtte mélyre, és valami egyéb okból el nem kezdesz el gyakorolni, ezek rejtve maradnak, ezek tudattalanok maradnak, és ez így rendben is van. Most képzeld el, ha minden mintázat a maga megoldatlanságaival és lehetőségeivel együtt állandóan forogna a tudatba, bele is kattannák. A tudatos személyiség, az a teljes lényednek 5-10%-a. És ez azért van, mert az identitás formáló hetedik tudat, az lezárja a tudattalant, a nyolcadik tárháztudatot, a saját működésed védelme érdekében. Tehát ahhoz, hogy az első hat, az öt érzékszerv, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés és gondolkodás, ez az első hat, ez rendesen működjön. Ha nem, akkor a nyolcasból, hetesből túltöltöd, és az ember meg tud kattanni. Túl nagy a teher. Túl sok az info. Nem tudja földolgozni. Többféle identitás, mert a mintákban identitás tudat is van. Többféle identitás tombol benned, és te nem tudod, hogy ki vagy. És az erre való reakcióval elképesztő mentális betegségeket lehet kifejleszteni. Elkezdesz menekülni előlük, paranoia. A sok-sok személyiség alkotó között elveszel, és nincs meg a tükörszerű, tiszta felsőbén tudata, skizofrénia. Elkezdesz két pólus között vándlizni úgy, hogy az egyik tudattalan és a másik tudatos, aztán visszafelé az egyik tudatos, a másik tudattalan, bipoláris. Utána depresszió és mánia, stb. Tehát rengeteg ilyen van azért, mert a mintákból nem szedtük ki az identitást, és a minták használnak minket, és nem te használod a mintákat. Ezért van szükség nagyon-nagyon komolyan a tisztító gyakorlatokra, a pillanatba visszatérő világos meditációra, hogy ezeket a mintákat lásd működésükben. Tehát végül is azáltal, hogy mondjuk bizonyos minták aktivizálódnak, úgy megvan az esélye arra, hogy az ember ezeken túllépjen, nem? Sőt, tehát, hogy pont csak úgy van végül, csak úgy van. Tehát, ha nem aktivizálódnak, nem látod meg őket, nem tudsz túllépni rajtuk. Ellenkező esetben, hogyha a külső körülmények tartósan hiányoznak, ezek a minták szét is tudnak porladni. De az emberi kapcsolatokhoz fűződő minták, mivel szinte mindig társasságban vagy társadalomban élünk, nem tudnak olyan könnyen elporladni. Ezek a minták előjönnek,
egész addig, amíg a tudattalanban aktívak. És hogyha a tudattalanban aktív minták tudatosulnak, akkor van esélyed túllépni rajtuk. Egyébként hátulról, egyfajta láthatatlan szürke eminenciásként, ezek a minták nagyon sokszor befolyásolnak. És tovább is viszem természetesen őket. Amíg nem látod meg, és nem vetted ki az energiát belőlük, addig igen. Az energia kivétele, az identitástól való megszabadulás, az ilyen szinten akkor működik, ha megszűnsz ítélni a minta fölött. És magad fölött is. Tehát az ítéletalkotó magatartás az, ami bebetonozza a pozitív vagy negatív identitást. És ekkor az energia benne marad, és akkor szépen forog tovább, 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 én jó vagyok, én rossz vagyok, én követem, én nem követem, én az apám vagyok, nem vagyok az, stb. Stb. Látod, a forgás közepébe látsz, hogy ott nem mozdul semmi, megszűnsz ítélni fölötte, látod, hogy hogyan gerjeszted ezt újra, teremted újra, tartod fönn ezt a körfolyamatot pillanatról pillanatra, visszafordítod a folyamatot, kiveszed az ítéletalkotást, kiveszed a dualisztikus minőségeket, kiveszed az energiát, semmi nem marad meg belőle. Van ehhez egy nagyon jó koan. Gecsong egy szekeret épített. Megépítette a szekeret, aztán szétszette. Levette a két oldalát, kivette a két tengelyét, kimozdította a négy kereket, a padlót, a bakot, mindent. Amikor a szekeret teljesen szétszette, mi vált ekkor világossá? Tehát aki ennek a koannak a végére jut, az tud minták nélkül dolgozni. Köszönöm szépen. Szívesen. Úgy, ahogyan őrzünk régi épületeket és régi tárgyakat, és jönnek be újabb épített elemek, energiát kell fordítani arra, hogy a régiek megmaradjanak. És ahogy mondtad, a fontosság az, hogy miben van érték. És a kapcsolat összetartása az, ami talán érték az ilyen régi lelki emlékeknél. A kérdésem az arra vonatkozna, hogy a negatív emlékeket a kapcsolatból hogyan lehet közös erővel kipucolni, hogyha az egyik fél ragaszkodik hozzá és veszekedések alkalmával tele tölti energiával azokat a negatív képeket, amik már amúgy elporlathatnának. Szerintem ilyenkor a párnak fel kell ismerni azt, hogy az életüket közösen teremtették. Tehát ilyen szinten soha nincs az, hogy csak az egyik, vagy csak a másik kizárólagosan megteremtette ezt a múltat, vagy múltbéli élményt, vagy tapasztalatot. Igazából az a közelítés, hogy hogyan járultam én hozzá ahhoz, hogy ez ilyen legyen, ez a kötelező kérdés mind a két felnőtt ember esetében. És mindenki a maga részét vegye ki belőle. És ekkor megszűnik a negatívum. Megszűnik az a fajta trauma, ami a korábbi élményekhez így fűződött. És meg lehet látni azt, hogy mi az, ami már az irányvételünkben nem közös, és mi az, ami még közös, hiszen értékmegőrzésről beszéltünk. Nagyon lehetséges, hogy ami a múltban egy közös érték volt, az az egyik vagy másik fél számára már nem az. És ezzel számot kell vetni. Ezt be kell látni, és el kell tudni fogadni, hogy közösen tudunk csak értékeket továbbvinni. Ha valami már megváltozott a másik fél számára, akkor azt nekem el kell tudnom fogadni, hogy az már nem olyan, mint régen. És hogyha ebben képes vagyok partner lenni, ez meg tudja újítani a kapcsolatot. Ha pedig én ragaszkodom a múlthoz, a másik ember pedig el szeretné engedni, akkor ez egy törés áll be. És ezt a törést, ezt csak úgy lehet orvosolni, hogy nem ragaszkodunk a múlthoz egyáltalán, de akkor meg is szűnik egy csomó olyan dolog, ami tovább vihetnénk a jövőbe, lehet, hogy jobb is. És teljesen tiszta lapról kell indítani mindent, mintha akkor találkoztatok volna először, azon a napon. A zen nem gondolkodik múlt, jelen, jövő szükségszerű kontinuitásában, hanem azt mondjuk, hogy a múlt, jelen, jövő linearitását mi teremtjük. Hogy ebbe a linearitásba mi fér bele? Közös döntés. Ezért fontos az, hogy tényleg együttérző, önzetlen módon az élet, a közös élet minden elemét tárgyaljuk meg a másikkal, ami a kérdés tárgya. És hogyha ez működik, akkor minden működik. Akkor a múltat újra tudom írni egy jobb jövővé.
akkor meg tudok szabadulni azoktól a traumáktól, amelyek úgy tűnnek, hogy akkor nem voltak azok, de most már azok lettek. És akkor találok valami mást, ami közös örömforrás, közös jövő alap, olyasféle dolog, ami megint összetudja kovácsolni a kapcsolatot. De hogyha egy olyan múlt képet szeretnék én dédelgetni, amiben mi nem értünk egyet, hogy az hogy volt, hogy legyen, mik voltak akkor a mi élményeink, és mik legyenek a következő élményeink. Ha erről megváltozott a kép, az emlék, ezt el kell tudni fogadni, mert nem vagyunk ilyen beégetett, áramkörszerű lények, akik nullában és egyben mindent ugyanúgy tárolnak, ahogy 5-10 évvel azelőtt. Tehát változunk. És ezt a fajta változást kell közös irányba vezérelni, mert ez a kapcsolatnak az alapja. Az a fajta közös lelki irányvétel, amelyet odakint, a formák szintjén tudunk másképp artikulálni, hiszen mindenkinek megvan a saját maga élete egy családon, egy kapcsolaton belül. Ezek azért fontosak, ezek a beszélgetések vagy egyeztetések, mert rendezetlen kapcsolat nem bír ki válságokat. Tehát egy rossz állapotban levő hajó nem bír ki vihart. Ahol a kormányos és a kapitány nem értenek egyet, ott a hajó nem tud megfelelő kikötőbe jutni. Sőt, a legénység is rosszul érzi magát a hajón. Nekem lenne családra vonatkozó kérdésem. Konkrét, tehát engem érint, és gyerekekkel kapcsolatos, hogy hoztunk egy döntést pár évvel ezelőtt külföld, ők ugye jöttek velünk. Hogy tudom ezt magamba helyre tenni úgy, hogy ne ezen agyaljak állandóan, hogy jó döntést hoztam, vagy nem. Folyamatos az, hogy az a megnyilvánulás mindenki részéről, hogy jönnénk vissza, maradjunk, mit csináljunk, vannak ilyen érzések, de viszont a gyerekekre vonatkozóan, mint szülő, hogy ezt magamban rendezve, magamban rendezni tudjam ezt, hogy akkor az a döntés volt a helyes, úgy döntöttünk, és... Nézd, én nem a külföld, belföld tengelyén tenném fel ezt a kérdést, én elfogadom, hogy innen közelítesz, hiszen az életetek ezt a megoldatlanságot hozza. De nem itt van a lényeg. A lényeg ott van, hogy te, mint szülő, megtettél-e mindent azért, hogy a gyerek önálló, egészséges, világos gondolkodású, tiszta érzésű ember legyen. És ha igen, akkor megteted a feladatodat, mint apa. A gyerek nagykorúvá vált, elindult az útján, és hogy külföldön vagy Magyarországon, családdal együtt vagy külön, ez már egyéni, illetve családi karma kérdése. Tehát ha a te oldaladat megnézed, az összes hibánkkal, mindennel együtt, megtettünk-e mindent, hogy felneveljük az utódot? Onnan nézd meg, hogy mint apa mit tettél a családdal, most mit teszel, ez milyen irányba mutat, ha kell korrigálj. És egyszerűsítsd le, mert az életet minden részletében kontrollálni nem lehet. Se család, se egyén, se párkapcsolat esetén sem. Az alapvető irányt, a cselekvésmódot, a hozzáállást igen. De az, hogy minden részletében minden sikerüljön, ilyen nem lesz. A kérdésem az lenne, hogy súlyos pszichiátriai betegek meditálhatnak-e, például egy skizofrénia? Nem, már most mondom, nem. Nem. Szét fogja szedni őket darabokra. Már az úgynevezett normális embernél is nehéz, hogy leemeltünk egy-két ilyen tudattalamba ágyazott lefolytó szelepet, és ül, és olyan mozi van, hogy az valami elképesztő. És hiába mondom, hogy nem a mozi a fontos, az a mozi az nem ő, jöjjön vissza a pillanatban, lássa tisztán, legyen egy tiszta tudati tér, még a normálisok is néha vérző fejjel mentálisan rohannak, hogy hát én nem ilyen lovat akartam. Tehát jönnek meditálni, hogy ők szépek, jók és erősek és jatatta legyen, és pont az az önkép borul, amit meg akartak erősíteni. Ez egy normális embernek is sok néha. Tehát aki már diagnosztizáltan mentálisan labilis vagy éppen beteg, nincs meditáció, tessék egyszer egy terápiával rendbe jönni, megerősíteni ezt a jelenlétet, megerősíteni azt a tudatot, ami elbírja önnön illúzióinak a súlyát, és majd akkor. Tehát, hogyha jól van, akkor mehet. Ha tünetmentes hosszú ideig és gyógyultnak nyilvánítatott, akkor igen. Ha csak úgy jól van egy pár napig vagy pár hétig, nem, mert akkor megint visszajönnek a tünetek, és főleg meditáció alatt. Ez olyan, hogy
Még amikor a lipót működött, akkor a fehér köpenyesek csoportja körbe ment, és mindenkit megkérdezett, hogy hogy van ketteske, hogy van hármaska, hogy van négyeske. És akkor négyeskéhez értek, tudták, hogy mi a mánia. Négyeske egy ilyen spagócán egy ilyen kartondobozt húzott maga után, és mindig azt mondja, hogy Fifi, na gyere, gyere, kicsiké, Fifiké, na gyere, gyere, gazdihoz. Tehát egy ilyen kartondobozt húzogatott maga után, és ez egy pár évig eltartott, és nem lehetett tőle elvenni, mert akkor tört zúzott, és akkor megkérdezte az orvosi konzilium, hogy négyeske, hogy van Fifike? És a négyeske azt mondja, hogy de professzor úr, milyen Fifiről vesz? Hát ez egy kartondoboz, ez már több hete így van. Ez egy kartondoboz, nem is értem, hogy miért gondolja ezt. Összenéznek. Egy-két teszt, másnap szabadon bocsátják. Civil ruha, szatyor, kilép a kapun, hirtelen a zsákja elővarázsolja a kartondobozt, ledobja a járdára, spagót utána, elkezdi rángatni, és mondja, Fifi, milyen jól becsaptuk a professzor urat! De hát azért kell erre vigyázni, mert meddig tünetmentes. Jó, tehát itt strukturális problémákat kell helyrehozni, és hogyha az megvan, akkor gyógyult. De ez nagyon hosszú idő. Van egy olyan, hogy saját felelősségére meditál, de itt csak saját felelősségre nem lehet, mert annyira össze vagyunk zárva, hogy itt egy valaki borul, mindenki borul. Azt lehet érezni. És azt is, hogyha egy pár ember nagyon a helyén van, az összetartja az egész csoportot. Tehát az, hogy te hogy viselkedsz tudatilag ebben a térben, kardinális. Ez az, ami összetartja, vagy szétdobja ezt az egészet. Minden szinten. Alapból, aki pszichiátriai kezelés alatt áll, vagy diagnosztizált, vagy meglátom rajta, hogy egyik szem arra, másik szem arra forog, tehát az nem lehet beengedni. Nem, mert felelőtlenség, oké? Okay? Koanról szeretnék kérdezni. Koan? Igen. Az mi? A Koan interjú. Ról szeretnék. Koan interjú? Igen. Hol? Melyik? Rosszul mondom? Lehet, hogy rosszul értem. Azt szeretném kérdezni, hogyha valaki úgy érzi, hogy nincsen felkészülve Koan interjúra. Ezért kérdezem, mi az a Koan interjú szerinted? Nem tudom, mert nem vettem róla. Én se tudom, pedig egy darab ideje próbálkozom vele, tehát te ne aggódj a Koan interjúk miatt, hogy fel vagy készülve, vagy sem. Valójában senki sem tudja, hogy mi történik ott. Jó? Bejössz, és megosztjuk azt, hogy baromira nem tudjuk. Kész. Köszönöm. Nagyon szívesen. Jó. Gyerekkoromban volt egy ilyen nagyon erős felismerésem halálról, hogy ez az egész élet úgy elmúlik. És akkor, de tényleg ez nem az, hogy úgy ilyen intellektuálisan, ugye, hanem egy ilyen gyermekkori, hogy puf. Uh-huh. És akkor az nagyon erős volt. 8 éves kor előtt, vagy után? Előtt. Igen. És utána valahogy, mint hogyha függöny, és akkor ugye az utóbbi, tudom én, egy-két évben egy hirtelen megint előjött. Azóta hány év telt el? Hát ilyen 30 körül. 30 körül? Hát igen, mondom 8, lehet, hogy 8 lettem, vagy nem tudom, 8-9, tehát így. Igen. Tehát itt komoly periódusok vannak. Én nem szoktam ilyen divinációval foglalkozni, de azt mindenki látja, hogy ez a 28-29 év, az egy nagyon nagy körbefordulás, ezt hívjuk egy Szaturnusz ciklusnak. És ez azért érdekes, mert akár foglalkozol divinációval, akár nem, és a Zen alapból nem foglalkozik ezzel, de megfigyelünk. Az nagyon jó megfigyelhető, a Buddha 28-29 éves kora között lett szerzetes. Az emberek 28 éves kor körül elképesztő komoly döntéseket hoznak. A lét alapjuk, a lét kérdéseik ekkor elképesztő erősen jelentkeznek, és ekkor döntéseket kell hozni. Ez igaz életeseményekre is. Volt egy elképesztő nagy boom, akár pozitív, akár negatív értelemben, amikor eltelik 28-29 év, akkor megint hasonló módon, de már egy magasabb hatványon jelentkezik hasonló kérdéskör. Ez teljesen természetes. Az igazi kérdés az, hogy az eltelt ciklusban te mit csináltál, és hogy érettebben tudod-e megválaszolni a kérdéseket, vagy sem. Mert ha nem, akkor elindul az újabb ciklus, csak ebből nem sok van. Tehát ugye az átlag normál embernek van 3 darab ilyenje a Földön, vagy annál kevesebb, és 2 az, ami úgy aktív. Igen, tehát, akkor így elbőgtem magam akkor, még gyerekkoromban. Most mondjuk nem annyira.
Tehát, hogy fejlődtem valamit, tehát gondolom. Valami még biztos, hogy eldolgozatlan, hiszen a kérdés nem jelent volna meg. Persze. Mi az, amit szeretnél tudni? Hát, hogy dolgozzak ezzel, mert tudom, tehát, hogy nem van bennem egy ilyen félelem talán. A halától? Igen. Ez egészséges, azt tudod, de ezzel nincs semmi baj. Jó. Okay. De az is egészséges, hogyha ettől a halálfélelemtől megszabadulunk, hogyha megtudjuk, és megérezzük, és megtapasztaljuk így, hogy mi az élet, mi a halál, mi a születés, és mi a meghalásnak a folyamata, illetve állapota. A Mahajánában négy nagy köztes állapotot különböztetünk meg. A két hosszabb, az a testben lét állapota, magyarul az élet, illetve a testen kívüli lét állapota, amihez más fogalmat nem is rendelnék, csak a nem inkarnálódott állapot, mondjuk ennyi. A két rövid, az a leszületés, és a halál, vagy pedig az ismét testetlenségbe való átmenet. Tehát a leszületés egy ember esetében az nagyjából 9 hónap. A meghalás az pedig emberfüggő, egy pillanattól sok hétig vagy hónapig való szenvedés. Amikor ezeket az állapotokat nézed, akkor ne fókuszálj csak egy valamire, arra rövidre, ami után nagyjából nem tudjuk, hogy mi van, amikor kiszállunk a testből. És rengeteg mindent olvashatunk, de ezek nem tartanak egybe. Egy csomó mindent hallhatunk, de ezek nem egységesek. És valójában mi az, ami bennem nem születik és nem hal meg? Ez a kérdés. Ha ez megvan, akkor a négy állapot egyike sem jelent akadályt, mert tapasztalod azt, ami nem születik és nem hal meg, ami nem keletkezik és nem múlik el. És egy picit segítsek ebben, ez nem a test vagy a lélek bármilyen állapota, ez az a tudat, ami látja a testet és a lelket. És ez a látó az, ami nem jön és nem megy. Ez a látás az, ami nem élet és nem halál. Ez az, amit keresünk és tapasztalunk, keres és tapasztal egyben. És ha ez megvan, akkor az akadályok előbb-utóbb elhárulnak folyamatos gyakorlás által. És hogyha nincs akadály, nincs félelem sem. Ha megnézed a szívszutrát, a szívszutra nagyon kevés pszichológiát tartalmaz. De az van benne, hogy az akadálytól mentes tudatban nincs félelem. Visszafordítod, ha félsz, akkor valamilyen akadály van. Milyen akadály van? Általában a felszín alatt, a tudatküszöb alatt. A gyakorlattal ez feloldódhat. Az ezzel való azonosulásodat megszüntetheted. Ennek az újrateremtését megállíthatod. És ekkor elhárul az akadály. Ekkor vagy szabad, mentes élettől és haláltól, tehát szabadon halsz meg, szabadon születsz újra. Ez a mentesség vagy szabadság, ez az illúzióktól való mentesség, a félelmektől, reményektől való mentesség, az utat szabad megválasztása és felelősséggel való haladás ezen az úton egyszerre. Rendszeresen toljuk eléd a mi karmikus zúzalékunkat. Nagy örömmel veszem észre, így van. Igen ám, de biztos, hogy neked is van karmikus zúzalékod. Azt te ki elé tudod tolni? Én a mozdony elé szoktam. Tevékenység, cselekedet, az a fajta irányultság, hogy az összes zúzalék mire szolgál? Arra, hogy tartsa a talpfákat. És a talpfák tartják a sineket. A sinen megy a mozdony és a szerelvény. Tehát amíg a zúzalék az úgy a pályatesttől úgy messze van, vagy a sinen van, vagy a mozdonyba akarják berakni az emberek, addig van probléma. Tehát megfelelő karmát, megfelelő helyre, megfelelő időzítéssel. Ez egy nagyon nagy dolog. Mi az, amit át kell transformálnom? Mi az, ami úgy jó, ahogy van? És a transformáció, az időzítés és a helyzetértékelés, ezek nagyon hasonló fogalmak. Tehát az a fontos, hogy végre lásd meg, hogy te ülsz a masinista helyén. És nem valaki más. Hogy ez a hely eredetileg üres, de neked van fönntartva. Senki más nem léphet be oda. Ekkor a mozdonyt mozdonyként, a sínt sínpárként, a talpfákat talpfáként, és a zúzalékot zúzalékként látod. Ekkor működik az egész rendszer
az egész ember, vagy az egész közösség helyesen. És neked körülbelül mennyi idő kellett ahhoz, hogy elérd azt, hogy ha van valami rendezetlenség, összegyűlik egy kis zuzalék. Tadam-tadam. Megköszönöm mindenkinek az értékes figyelmét. Azt, hogy ma ennyien összegyűltünk itt a zen égisze alatt, és hogy együtt gyakorlunk szépen fegyelmezetten. Szeretnék továbbra is arra lelkesíteni mindenkit, hogy nagy örömmel és egyben nagy elszántsággal vigye tovább ezt a feladatot, amit elvállalt, hogy mindannyian egymásnak és egymásért gyakorolhassunk, elérhessük a felébredést, és megszabadítsunk minden lét a szenvedéstől. Köszönöm szépen!